Köszöntöm kedves nézőinket, októbert írunk, már egy hónap eltelt a 2012-2013-as tanévből. Vendégünk Juhászné Zsadányi Erzsébet, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium egészségügyi szakközépiskola és kollégium igazgatónője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Igazgatónő, megszokták-e már a mindennapi hajtást? Beindult-e már a nagyüzemiskolában? Igen, olyannyira, hogy a nyár már csak szép emlékként maradt meg bennünk. Teljesen benne vagyunk, a munka dandárjáért bennünket, úgyhogy tesszük a dolgunkat, csináljuk, folyik a tanév. Tekintsük át az elmúlt tanév legfontosabb eredményeit, érettségi. Hogyan zárultak az érettségi vizsgák, milyen eredményekkel? Igen, bebizonyosodott nálunk az a rég bevált mondás, hogy a kitartó, szorgalmas munka meghozza gyümölcsét. Nálunk 101 tanuló érettségizett az elmúlt tanévben, és nagyon szép eredményt értek el. Mondhatom, az utóbbi évek legszebb eredménye született, hiszen rengeteg kitűnő érettségi bizonyítvánnyal hagyták el diákjaink az iskola falait. Olyan jól teljesítettek matematikából, hogy, és más tárgyakból is, hogy az országos átlag, tehát az érettség, középszintű érettségi átlagot figyelembe véve bizony jóval túl teljesítettük, az majdnem egy egésszel jobb eredményt értek el tanulóink matematika érettségi írásbeli dolgozatukban, mint az országos átlag. Ehhez szívből gratulálunk. Köszönöm szépen, nagyon büszkék vagyunk, biológiából sem sokkal maradtak le ettől az eredménytől. Sokan érettségiztek emelt szinten, többen előrehozott érettségit tettek, ez ismét, tehát ez nagyon jó dolog, mert akiknek már megvan az előrehozottjuk, úgy abban a tanévben hát jobban tudnak koncentrálni az általuk választott szakra, területre. Történt-e valami rendkívüli az érettségi vizsgák során, vagy csendben, rendben, nyugodtan zajlottak a vizsgák? Hát semmi rendkívüli nem történt, mennek a dolgok, szépen mentek maguktól, meg hát tényleg a jól bevált módon, szervezetten folynak ezek a vizsgák. Az érettségit megelőzték a mérések. Nálunk ez az őszi, a tavaszi időszak az a mérések jegyében zajlik. Épp most találkoztunk az általános iskolás tanárokkal, és hát egy közös gondolkodásra hívtuk őket a tanítványok érdekében, és hát kiderült, hogy mi is mérünk, ők is mérnek, és ez bizony meg is látszik a tanulók teljesítményén. Mi ennek a mérésnek a célja, hogyan mérnek? Mi például az érettségi tárgyakat preferáljuk, mindenképpen azt tartjuk fontosnak, hogy ezekből jó eredmény szülessen, ezért folyamatosan 4 év során készítjük őket többlet tanítás keretében is. Mérünk magyarból, történelemből, matematikából, és angol, mi az angol nyelvet választjuk is. Amint hallottuk, az általános iskolákban kimeneti vizsgák vannak, és ezt érezzük is, tehát a tanulóknak bizony látszik rajtuk, hogy kik azok, akik már 4 év során, vagy 6 év során vizsgáztak, vagy nem vizsgáztak, akik már valamilyen szinten ki kellett, hogy álljanak közönség elő, zsűri elő, bizottság elő, ők jobban teljesítenek, és hát mi is így csináljuk. Akkor úgy tűnik, hogy nyugodtan vágnak bele az érettségibe. Igen, igen, biztos, hogy nem, reméljük, hogy nem okoz az idei érettségvizsga semmiféle nehézséget. Felsőoktatási felvételi, milyen visszajelzéseket kaptak, hogyan sikerültek ezek a felvételik? Egy tanuló kivételével mindenki jelentkezett tovább tanulni, legtöbben felsőoktatásba, tehát egyetemre, főiskolára, különböző alapképzésekbe kapcsolódtak be. Jól sikerült, az előbb említett osztály, akik tényleg nagyon ügyesek voltak és kiválóan teljesítettek, ők 100%-osan bejutottak a felsőoktatásba. A szakközépiskolásoknál alacsonyabb lett az arány, de iskolai szinten 85%-át felvették a jelentkezett tanulóknak. Ehhez is gratulálunk, ez is nagyon, ez szép nagyon eredmény. Jó. Igen, bejutottak, én remélem, hogy meg is állják a helyüket. Olyanról van-e valami statisztikájuk, hogy mely területek voltak a legkedveltebbek, hova adták be a legtöbben a jelentkezésüket? Igen, a műszaki pályák azok igen népszerűek voltak, a jogász műszaki pálya, tehát a mérnök, különböző mérnök képzésekre, illetve jogásznak,
viszonylag kevesebben a gazdasági pályára, tehát a közgazdaság részre. Pedagógusnak senki nem jelentkezett, tehát azt nem szeretik a diákok, hogy nem tartják igazán vonzónak. És hát számtalan terület van, informatika, nem is tudom elmondani, mert olyan széles a választék, tehát nagy lehetőségek állnak a diákok előtt, az érettségizettek elő, hogy milyen területen is tanuljanak tovább. De a természettudományok azok, amelyek nálunk hangsúlyosak. Orvosi is volt, állatorvosira került be diákunk, egészségügyi képzésekbe kapcsolódtak be, tehát nagyon változatos a lista. Az elmúlt évből milyen kiemelkedő eredményekről, tanulmányi eredményekről, versenyeredményekről tud beszámolni? Most itt nem kérem, hogy név szerint sorolja föl, csak milyen területeken versenyeztek a diákok. Nem is tudnám elmondani, annyira sokféle verseny van. Én azt gondolom, hogy nálunk, ha valaki ügyes és tehetséges is akar nem csak tanulni, hanem a tanulón kívül többet tudáshoz is szeretne jutni, és szeretnék megmérni magát, akkor az általunk felkínált, tanév elején felkínált versenylistából választhat magának. Ja, tehát föl lehet iratkozni. Persze, tehát tanév elején kitesszük, vagy megjelenik közlönybe, itt ott a református iskolák versenynaptára megkapjuk, és akkor azt gyerekeket megkérdezzük, te miből szeretnél, ki milyen területen, és akkor mi próbáljuk felkészíteni ezekre a versenyekre. Tehát az előző évben is a természettudományokhoz kapcsolódtak, tehát biológia, kémia, matematika, fizika versenyek, ezek voltak a legeredményesebbek. Volt magyarból is, történelemből is szép eredmény, de angol nyelvből is született országos helyezés. És hát kiemelném a földrajzot, amely még mindig azért elég, hát eredményesek vagyunk földrajztárgyból. Épp az eredmények kapcsán döntöttünk úgy, hogy mi is hirdetünk egy országos verseny, tehát a mi iskolánk ad majd helyet annak a versenynek, amelyet az egyik öreg diákunk fiának emlékére Moharos József emlékversenynek, református középiskolák részére kért földrajzverseny lesz, és ezt mikor lesz ez a verseny? Ezt február hónapra tűztük ki, tehát az ő emlékének adózunk. Egyébként Eszter néni egy díjat is alapított, és ezt tanít végén a Nagy Templomba át is adtuk, ezt a Hajdú Moharos József földrajz versenyben elért legeredményesebb tanulónak járó kitüntetést. Gondolom, hogy ezekre a versenyekre való felkészülés rengeteg plusz tanulással, plusz energia befektetéssel jár. Egy-egy ilyen országos versenyen, hogyha valaki helyezést ér el, mondjuk az első ötbe, ha benne van, akkor van-e annak valami jelentősége, vagy valami előnyre szertesz a diák azáltal, hogy egy ilyen versenyen az első ötben végzett a felsőoktatási felvételi szempontjából? Igen, több hozadéka van. Egyrészt ugye jutalomba részesül, nem csak az adott versenyen, hanem az iskolánkban is. A fenntartó református egyház község nagy tiszteletű úrék nagyra értékelik a jó teljesítményt és jutalmazzák is. Tehát mi az iskolában jutalomba részesítjük a tanulót, illetve többletpontot kaphat, az a verseny fajtájától függ, hogy melyik verseny mennyit ér, tehát a felvételi pontokba is beszámít. Nem csak a tanulmányi versenyek ilyenek, hanem a sportversenyek is. A mi iskolánkban számos sportágban lehet versenyezni. Ugye népszerű a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda, de duatlonból szereznek, országos kerékpár, kerékpárban mérik össze tudásokat is. Az itt szerzett többletpontok is hozzájárulnak a sikeres felvételükhöz. Térjünk át a 2012-2013-as tanévre. A tanév kezdetét megelőző nyári szünet hogyan telt? Végeztek-e bármiféle felújítást az intézményben? Igen. Jelentős felújítások történtek. Most a belső térnek a felújítása, szépítése került a fenntartó figyelmének középpontjába, így a tantermek parkettáit újította föl egész
12 tanterem felújítása, új parketta, szalagparkettákat helyezett el, illetve ahol lehetett, ott még felcsiszolták, tehát nagyon szép új parkettás termek várták a diákokat. Emellett a számítógép parkot bővítettük, most monitorok beszerzésére számos monitort vásároltunk, és projektorokat, számítógépeket továbbra is, mert ugye azok elhasználódnak, újítjuk a gépparkot, hogy jobban tudják a tanárok is, diákok használni a tanórákra. És hát elkezdtük az ajtók-ablakok cseréjét, ez nagyon fontos, pályázatot várunk, folyamatban van pályázati forrás szerzése, vagy legalábbis szeretnénk, ha sikeres lenne a pályázatunk, és akkor elkezdődhet a kültéri főépületünknek, a kültéri külterének is a nyilászáró cseréje. Azt gondolom, hogy ez egy lényeges változás. Hát igen, a fűtésen sokat tudnak majd spórolni vele. Igen. Azt tudjuk, hogy a református általános iskolában elmondta a igazgatónő, aki a múlt héten volt itt nálunk riporton, hogy beépített projektorok vannak a tanteremben. A gimnázium hogyan áll? Igen, nálunk is minden teremben adott a projektor, tehát felfüggesztett, vagy van egy másik megoldás is, a régebben azt választottuk. Mindegyikben van projektor, számítógép, vetítővászon. Tehát ez teljesen természetes ma, hogy reggel megérkeznek a diákok, bekapcsoljuk a gépeket, és akkor az minden tanórán használatban van, projektoron kivetítve természetesen. Hogyan igen, ez már fontos. Hogyan indult a tanév szaktanári ellátottságot illetően? Mentek el pedagógusok, érkeztek-e újak a helyükre, illetve az intézményben bővítették-e a tanári létszámot? Tehát van-e erre lehetőségük, vagy lesz esetleg a jövőben? Hát ugye alapvetően a tanuló létszám, az adott pedagógiai program helyi tanterv határozza meg azt, hogy milyen tantárgyat hány tanórában tanítunk. Nálunk pedagógus létszámbővítésre nem volt szükség. Teljes mértékben megfelelő a szakos ellátottság. Kettő kolléganő távozott tanév végén családi okok miatt helyükre érkezett. Az egyik angoltanárnő ment el, és egy új angoltanárt vettünk föl oktatásra. Emellett érkezett Amerikából egy hölgy, aki angolt tanít természetesen, amerikai angolt tanít a diákjainknak. Gondolom, ő nagyon közkedvelt már is a diákok körében. Nagyon, igen, nagyon ügyes, nagyon, nagyon szeretjük, és hát ugye a főállás, vagy mi vagyunk, vagy én vagyok a munkáltatója, de az általános iskola oktatását is segíti. Nagyon fontos a lektor szerepe, hiszen a profilunk, ugye, amely tulajdonképpen változatlan, hogy emelt szintű angol osztályaink vannak, van természettudományos, matematika, fizika, biológia, kémia tagozatú osztály, és van általános gimnáziumi osztály. Mindegyikben ott van az angol tanár, és segíti az angol nyelvoktatást. Tehát ketten távoztak, ketten érkeztek, megfelelő a szakos ellátottság, nincs akadálya, sem tárgyi, sem személyi feltétel, hiány nem merült fel, úgyhogy zavartalan az oktató munka, nevelő milyen munka. Össztanulói létszámmal működik az intézmény? 380 tanuló van az iskolában, ebből közülük 270 körüli a karcagi diák, a 270 a gimnazista, szakközépiskolásaink vannak, és azt pontosan tudom, hogy 46 ápoló, ápolót képezünk. Tehát akkor ápolókat, szakközépiskolásokat, így van, és gimnazistákat képzése folyik. Hány első osztályt indítottak, milyen tanulói létszámmal? Igen, 90 tanulót vettünk fel, és a 90 tanulót végül 3 osztályba helyeztük el. Az előbb említett angolos osztály, a természettudományos osztály, és van egy olyan osztály, ahol egészségügyi szakközépiskolások és általános tantervű gimnáziumi osztályosok egy keretben tanulnak. Így tartottuk ezt most jónak. Azt hiszem, hogy ez mindkét csoport hasznára válik. Mekkora volt az érdeklődés a középiskola iránt? Hányan jelentkeztek? Azt ugye elmondta, hogy 90 tanulót vettek föl. Igen, 150 tanuló jelentkezett. Hozzánk bekerülni a tanulmányi eredmények alapján lehet.
itt az eddig is bevált, jól bevált módon. Tehát már az előre mutatok egy picikét, mert természetesen az idei tanévben is várjuk az általános iskolások érdeklődését, nézünk, várjuk a jelentkezésüket, szívesen fogadjuk az érdeklődésüket, és elmondom nekik, hogy a jó tanulmányi eredmény az fél siker, hiszen elsősorban ezt nézzük, figyelembe vesszük a közismereti tárgyakat, a készségtárgyakat nem, és a hetedik évvégén és a nyolcadik fél évkor szerzett jegyekből végzünk egy számítást, és ez alapján csökkenő sorrendben állítjuk a jelentkezett tanulókat, hogy ki milyen tanuló, milyen eredménye van. Mást is figyelembe veszünk emellett, például milyen versenyeredményei vannak, milyen az érdeklődési köre, mennyire céltudatos, mennyire komolyan gondolja a tanulást. Mi olyan diákokat várunk, és hát reméljük, hogy el is jönnek hozzánk, akik tanulni szeretnének, akik komolyan, akiknek céljaik vannak, elképzeléseik, és elsősorban a felsőoktatás felé irányulnak. Elárulja nekünk, igazgatónő, hogy mi volt az a legalsó tanulmányi átlag, akit még fölvettek? Hát volt a három alatti átlagú tanuló is volt. Általában a szakközépiskolában szakközépiskolába jelentkezettek között vannak gyengébbek. De ez nem jelenti persze azt, hogy ha egy tanulónak az átlaga mondjuk 3 vagy az alatti, akkor ő már alkalmatlan középiskolai tanulmányokra, szó sincs róla. Nagyon sok a későn érő típus, illetve később jön meg a kedve a tanuláshoz is. Véleményem szerint az a közeg, amiben bekerülnek a gyerekek, az befolyásolja a tanulmányi eredményüket. Én most nagyon elégedett vagyok a diákjainkkal, tényleg olyan fegyelmezett, udvarias, rendes gyerekek, szívesen tartózkodok én is és a kollégák is közöttük. Igazán jó érzés a sok érdeklődő arcot látni, és azt a fiatalos diákokat, akik hát szünetekben is beszélgetnek, és látszik, hogy jól érzik magukat, itthon vannak. És még tanulni is szeretnek, és akarnak is jó közöttük. Azt elmondta ugye igazgatónő, hogy tanulmányi átlag alapján berangsorolják a diákokat, vagy nem be, hanem csak rangsorolják a diákokat. Van-e tárgyi felvételi, vagy elbeszélgetés? Mi a hagyománya az önök iskolájában? Felvételi vizsga nincs, elbeszélgetés sincs olyan hivatalos, egy ilyen informális beszélgetést szoktunk tartani, tehát a hozzánk jelentkezett tanulókat. Elsősorban a... Tanulókkal vagy szülőkkel? Vagy szülőkkel, igen, szülőkkel, igen. Egy kis tájékozódó jellegű elbeszélgetés, mert hogy egyházi iskola, református középiskola, ezért ez itt megengedett. De felvételi vizsgát nem tartunk. Kritérium-e az, hogy református vallású legyen a tanuló, vagy lehet katolikus is például? Nem, ezt többször elmondtuk már, nem. Nyugodtan jelentkezhetnek más egyéb vallásúak is, biztosítjuk részükre. Alapvetően református hitoktatás van, de a katolikus hittanórákat is nyitottak, tehát katolikus hittanórák is vannak, úgyhogy a katolikusok is jöhetnek hozzánk. Azt ugye tudjuk, hogy mindig csökken a tanulói létszám, ez általános dolog az országban. Erre a tanévre kevesebben jelentkeztek, vagy többen, mint az elmúlt tanévre? Vagy ezt már most az előző tanévről beszélünk. Igen. Tehát most mondta, hogy 150-en jelentkeztek. Igen. Körülbelül ugyanannyian jelentkeztek. Még nem éreztünk csökkenést. Azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszak lesz nehezebb. Tehát kevesebb az általános iskolai diák, kevesebben jelentkeznek. Biztos, hogy a középiskolában is kevesebben leszünk. Voltak-e diákok, akik esetleg iskolát váltottak, elmentek az önök intézményéből, illetve érkeztek-e újabb diákok, vettek-e diákokat más iskolákból? Szerencsére nálunk nem nagy a fluktuáció. Hát ugye javítóvizsgások voltak augusztusban, akiknek nem sikerült, azok közül többen döntöttek úgy, hogy másik iskolába teljesen önként más iskolát választottak, nem kívántak évfolyamot ismételni. Arra mindig van példa, hogy Debrecenből, Szolnokról visszajön a diák, elsősorban kollégiumot nem szívesen, nem kedveli. Tehát vannak, érkeznek hozzánk olyan diákok, akik más iskolában nyertek felvételt.
3-4 tanulónak ilyen jellegű mozgását tapasztaltuk most szeptemberben. Ma már említette a kollégiumot, önöknél működik-e, milyen létszámmal? Igen, viszonylag kevés a kollégium, egy kollégiumi csoportunk van. Most már csak középiskolások tartoznak ide, 30 fő kollégistánk van. A szakközép, tehát az ápolóképzők közül is többen igénybe veszik ezt a tanulási lehetőséget. Miután már az egészségügyi szakközépiskola az, ahová vidéki tanulók jelentkeznek elsősorban, és a vidéki tanulók száma csökkent. Tehát még mi Karcagon nem tapasztaltuk annyira a demográfiai hullám mélységet, a vidéki kisebb településeken azt tapasztaltuk, hogy kevesebben járnak az iskolába, ugye kevesebből kevesebben választották az egészségügyet, és ha kevesebb egészségügyis tanuló van az a középiskolás, akkor a kollégisták száma is kevesebb, tehát ide vezetem vissza a csökkenést. Ugyanakkor mondjuk az ápolót meg többen, érettségére épülő ápolóképzést többen választották, ezért többen kívánnak, többen kerültek be a kollégiumba. Terveznek-e nyílt napot az idei tanévre, bemutató foglalkozásokat az érdeklődőknek? Elsősorban kiket várnak? Igen. Természetesen november 19-én lesz az iskolában a nyílt nap. Ez a városi pályaválasztási bőrzét követő hétfőn lesz. Egy másikat majd januárban a téli szünet után szoktunk tartani. Előtte a diákoknak, az érdeklődő diákoknak egy előadássorozatot, egy foglalkozást tervezünk, különböző tantárgyakhoz kötődve, de az érdeklődő tanulók aktivitására építve, tehát szeretnénk őket is bevonni, egyrészt megmutatni nekik, hogy milyen a mi iskolánk, milyen az adott tantár, milyen lehetőségek rejlenek ebben a tantárgyban, és hát szeretnénk majd, ha ők is részt vennének aktívan a foglalkozásokon. Ezeket hétfőnként tervezzük, majd értesítjük az iskolákat erről. Más egyéb nem. Tehát nyílt napunk lesz, bemutató, tájékoztató foglalkozások is. Elmegyünk, ha meghívnak bennünket az általános iskolákba is, és találkozunk a szülőkkel. A mindennapos testnevelés óra kérdését hogyan tudták megoldani? Érdekes módon nem is féltünk, mi tanárok sem féltünk attól, amikor köztudottá vált, hogy a 9-ben heti 5 testnevelés óra lesz. Miután mi sportos iskola vagyunk, hova tovább, majdnem sportiskola, nem okozott gondot. 4 tanórát tettünk délelőtti tanórakeretbe, és az 5. órát oldjuk meg úgy, hogy délután azoknak a tanulóknak, akik nem választottak sportágat, tehát nem járnak edzésre, nem vesznek részt egyik szakosztály munkájában sem, részükre. Tehát azt beszámítják, bocsánat. Beszámítjuk, aki. Így van, és akkor az úgynevezett maradék nem sportolóknak tartjuk ezt a délutáni egy foglalkozást, amin milyen tömegsport jelleggel foglalkozik. Nagyon szeretik, nagyon ezt tetszik. Ezt akartam kérdezni, nagyon hogy szeretik, harcolnak, vagy szeretik? Szeretik, mondjuk biztos, hogy szerencsés volt a jó idő, a kellemes idő, hogy kint tudtak az udvaron tornázni, sportolni, labdázni, stb. Most a hideg az egy kicsit visszavetheti ezt, de azt látjuk a gyerekekkel, hogy élvezik, jól tanulnak, ügyesek, a teljesítményükre is hatással van ez. Én nagyon támogatom a sportot, nagyon. Tényleg sokat járnak a gyerekek, nem csak a tanórákon sportolnak, hanem ha valaki bejön az iskolába, mondjuk délután 4-5-6 órakor, na talán még 7 órakor is, akkor is hallja a tornateremből, hogy pattog a labda. Valamilyen foglalkozás van. Így van. Ez jó érzés. A meggyőződésem, hogy az eredményes munkához, a tanuláshoz, a kiegyensúlyozott diák életének szerves része a sportolás, úgyhogy nálunk ez nem probléma, örülünk neki. A sportfoglalkozásokon kívül milyen délutáni foglalkozásokon, szakkörökön tudnak a diákok részt venni, feltöltődni egy kicsit? Igen,
Sajnos elég sok tanóra és tanórán kívüli foglalkozás. Sajnos arra mondom, hogy bizony 8 órája is van a diáknak. Ugye 7-20-kor kezdődik a tanítás, és 2-ig az iskolapadban ül a kötelező tanórákon. Sokan több tárgyat csoportbontásban oktatunk, ugye ez is megnöveli az iskolában való tartózkodást. Érettségi felkészítőket középszinten, illetve emelt szinten tartjuk foglalkozásokat a diákok érdeklődésére, igényére építve, tehát már tudják, hogy miből szeretnének középszinten, miből emelt szinten vizsgázni. Megnőtt az emelt szintű érettségének a jelentősége, nem egy egyetemre majd már csak egy-két emelt szintű érettségével kell bekerülni. Ennek tudatában délután ilyen foglalkozások vannak, és a maradék szabadidőben még szakkörök vannak, van médiaszakkör, színjátszó szakkör, énekkar, például most épp az öreg diák találkozó után vagyunk, és itt bemutatkozott a nagy létszámú énekkarunk, akik mondhatni szeptember 1-e óta hozták ezt a produkciót létre, nagyon is értékeltük, tehát van énekkar, és az rengeteg sportkör foglalkozás, nem sok szabad idejük van a gyerekeknek. Ami marad, azt pedig igenis kell a másnapi készülésre fordítani. Említette, hogy most volt az öreg diák találkozó, hogy sikerült a rendezvényük? Jól sikerült, a megszokott érdeklődés mellett zajlott a rendezvény. Most meghívott előadó nem volt az öreg diákoknál, viszont egy jelentős eseményre került sor, egy volt tanár, igazgatóhelyettes B. Major László Laci bácsi emlékére, az öreg diákok kezdeményezésére Györfi Sándor szobrászművész egy nagyon szép emléktáblát alkotott, és ennek az emléktáblának került sor, az emléktáblát helyezték el a gimnázium épületébe az emeleti folyosón a többi nagyok emléktáblái mellé. Nagyon szép is ünnepség volt. Én azt hiszem, hogy az emléktábla is jól sikerült, méltó emléket állít Laci bácsinak, de az iskola épületét is, értékét is, és nívóját emelte ez az alkotás. Sok-sok ilyen sikeres rendezvényt kívánunk még önöknek, és sikeres tanévet, igazgatónő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam ezeket. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.